Sziasztok, Sedzsolt vagyok, a Tech2-t nézitek. Itt vagyunk a 2013-as Computex eseményen, Taipeiben. Ez pedig itt előttem az Asus MemoPad LTE, ami egy 10 szolos UHD felbontású IPS panellel rendelkező androidos tablet. A készülék hihetetlenül könnyű, mindössze 600 gram, ami köszönhető annak, hogy műanyag borítása van, ami igazából egyáltalán nem csúnya, sőt kifejezetten jól néz ki, hasonló a színe, mint a Samsungnak a Series 9-jának, ez a hasonló sötétkék szín. Látható, hogy nagyon vékony is, mindössze 9,9 mm vastag, tényleg nagyon jó érzés kézben tartani. Készüléken jobb oldalt találunk itt egy jack bemenetet, valamint a hangerőszabályzó gombokat találjuk jobb oldalt. Készülék hátulján találunk mind a két oldalt egy-egy hangszórót, a sztereó hangzás biztosítása érdekében. Itt középen láthatunk egy Asus logót, felül egy kamerát, ami 5 megapixeles, flash sajnos nem tartozik hozzá, de hát 10 szoros tablettel azért nem is elsődleges, hogy kamerázzunk, hogy képeket csináljunk. Itt találunk egy micro USB bemenetet, valamint felül látható maga a lezárógomb. A készülék egy 4 magos Qualcomm processzort kapott, valamint egy 4.2-es Jelly Bean Android fut rajta. Látható, hogy viszonylag gyorsan reagál a készülék. Ezen kívül még talán érdemes megemlíteni, hogy elől is láthatunk itt egy 1,2 megapixeles front kamerát. Svájc Zsolt voltam, Tech2-t néztétek, ez volt az Asus-tól a MemoPad. Kövessetek minket továbbra, és sziasztok!